Foglalkoztatási fórum. Az ősztől induló Paktum Pluszban újabb 7,5 milliárd forint áll rendelkezésre a vármegye munkaerőpiaci helyzetének javítására. Kevesebb beteg, májusban már csökkent hazánkban a skarlátos megbetegedések száma. Tudományos tanácskozás, Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából tartottak emlékkonferenciát Nyíregyházán. Végéhez közeledik a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei foglalkoztatási paktum megvalósítása. Szerdán Nyíregyházán tartottak fórumot az eddigi tapasztalatokról a projekt szervezeti tagjai számára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az eseményen elhangzott továbbra is komoly feladatot jelent a munkaerő hiány csökkentése és a kis- és középvállalkozások terheinek csökkentése. Ezek megoldására az ősztől induló Paktum Plusz is lehetőséget biztosít, amelyre 7,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A megyében is sorba számba jelennek meg a munkaerőszállító cégek. Az ebből fakadó munkaerő hiány is nagy kihívást jelentett az utóbbi években. Így folytatta Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke a Paktum irodán tartott foglalkoztatási fórumon. 7 éve kezdődött, és a végéhez közeledik annak a projektnek a megvalósítása, amely a vármegye munkaerőpiaci helyzetét és a helyben élők foglalkoztatottságának javítását célozta meg. Az eddigi tapasztalatokról tanácskoztak szerdán délelőtt a Paktum szervezeti tagok. Ez a 13. foglalkoztatási fórumunk lesz most itt a Paktum szervezeti tagokkal. A Top Pluszban pedig remélhetőleg ősszel, télelején elkezdhetjük a következő támogatási periódust, amely ugyancsak 7,5 milliárd forinttal indul. Ez a most záruló program a megyei járási területi kis paktumokkal együtt majd 10 milliárd forintos támogatási lehetőség volt vállalkozásoknak, munkahelyteremtő programokra, és ott a következő 7 évre is egy komoly összeggel indulunk, komoly tapasztalatokkal indulunk, arra is szolgálnak ezek a fórumok, hogy a tapasztalatokat is összegezzük. A régió munkaerőpiaci helyzetét előbb a koronavírus, majd aztán az orosz-ukrán háború is jelentősen befolyásolta. Éppen ezért nagy szükség van a kis- és középvállalkozások segítésére, amelyben komoly feladat jut a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kereskedelmi és iparkamarának is. Én úgy gondolom, hogy a szerepe megnőtt az iparkamarának, mert hogyha azt nézem, hogy az elmúlt évben milyen gazdasági mutatók alakultak, és hogyan változott a gazdasági környezet, meg az egyéb környezeti tényezők is, akkor azt láthatjuk, hogy a vállalkozások azért rászorulnak a segítségnyújtásra. Na most ebbe a kamara próbál megújulni, és olyan lehetőségeket kínálni a vállalkozásoknak, amivel túlélik ezeket a nehéz időszakokat. Itt többek között ennek a fórumnak is a foglalkoztatás ösztönzés a címe. Tehát elsősorban olyan pályázatok révén, ami bérés munkabérés járulék támogatásról szól, illetve a kamarának van egy a kamaszon keresztül egy nagy sikerű támogatása, ami a Széchenyi hitel plusz 5%-os garantált hiteltámogatás, amit elég sokan vettek igénybe. Én tegnap kérdeztem meg a kollégákat, eddig 422 vállalkozás regisztrált erre a kedvező hitelre, ebből 100 leasing konstrukció, és 6,3 milliárd jutott már ki ilyen támogatott formában vállalkozásokhoz. A fórumon elhangzott a munkaerő hiány csökkentése érdekében az ősszel induló 7,5 milliárd forint értékű Paktum Pluszban kiemelt feladat lesz, hogy tovább fehérítsék a foglalkoztatási környezetet. Ennek eredményeként azokat a társadalmi csoportokat is meg tudják szólítani, akik az eddigi nyilvántartások alapján nem dolgoznak, ugyanakkor munkanélküliként sincsenek regisztrálva. A járványügyi intézkedések enyhítése után először emelkedett jelentősebb mértékben a skarlátos megbetegedések száma hazánkban, a regisztrált esetek azonban mára már csökkenő tendenciát mutatnak, a főként gyermekek körében terjedő légúti fertőzés szövődményei gyógyszeres terápiával megelőzhetőek. Aggasztó számok láttak napvilágot május elején a skarlát, más néven vörheny terjedésével kapcsolatban. Április végén országosan 890 megbetegedés szerepelt a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyilvántartásában, ezzel januártól összesen közel 2900 esetet regisztráltak az orvosok. A skarlát főleg a 3-5, illetve a 6 és 9 év közötti korosztályokat érinti,
Szakemberek szerint a korábban súlyos lefolyású betegség mára hatékonyan kezelhető, fontos azonban, hogy a beteg időben megkezdje a szükséges terápiát. Egy skarlatina, ha az nem nagyon súlyos lefolyású, gyakorlatilag úgy kell a szülőknek mondom, úgy kell értelmezni, mint egy komolyabb mandulagyulladást, amit egy kórokozó okoz, amit úgy hívunk, hogy streptokokusz. De azért oda kell figyelni, mert ez azért van mostanában, hogy enyhe, mert olyan a törzs, ami nem okoz olyan agresszivitást, régebben sok vese meg szívbetegséget is kiváltott, de az előírások, amit ugye nekünk szabályosan követni kell, hogy ezekben a fertőző betegségben mit kell tenni, ha ezeket betartjuk, akkor nincs ezzel semmi baj, sőt annyira nincs már, hogy ami korábban volt, hogy egy közösségben, hogyha volt egy skarlatinás beteg, akkor azoknak penicillin készítményt adtunk bizonyos ideig, ez nem kritérium, tehát hanem csak odafigyelni, időbe kiemelni. Az antibiotikumos terápia megkezdése után a gyermek még 2-3 napig fertőzhet. A skarlát köhögéssel, tüsszentéssel, orváladékkal is terjed, ezért fontos a tárgyak fertőtlenítése is. Az áprilisban országosan tapasztalható kiugró esetszámok mára csökkenő tendenciát mutatnak, ezt a vármegyei tiszti főorvos is megerősítette. A skarlátnak van ciklicitása és szezonalitása. A szezonalitás azt jelenti, hogy általában tél végén és tavasszal jelentkezik, most erről beszélünk, most itt vagyunk, illetve a ciklicitás akár a skarlátnál, de akár az influenzánál is megfigyelhető, hogy általában több évenként felfellángol. Skarlátnál ez 5 év, tehát körülbelül megint ugyanott vagyunk, hogy várható volt, hogy emelkedik a mértéke. De most a plató után jön a jó idő, és jön a nyár, úgyhogy az adatok alapján úgy látjuk, hogy ez most már csökkenni fog. Legutóbb 2017-ben regisztráltak több skarlátos megbetegedést. A COVID alatti járványügyi intézkedések miatt ez a betegség is visszaszorult, a koronavírust követően idén tapasztaltak ismét magasabb esetszámot. Nem csak az alapfokú és középfokú oktatási intézményekben, de ma már gyakran előfordul, hogy az óvodákban is ballagást szerveznek a gyerekeknek. Május 2. felében országszerte számos óvodában készülnek a gyerekek búcsúztatására, sőt Nyíregyházán olyan óvoda is van, ahol egész hetes program teszi emlékezetessé a nyár előtti utolsó együtt töltött napokat. Hagyomány már, hogy óvodánkban minden évben, május utolsó hetében vagy utolsó heteiben óvi hetet szervezünk. Ebben az évben kiemelten a hagyományápolásra fektetjük a hangsúlyt, mi zöld óvodák vagyunk, és az is egy részfeladata a hagyományápolás őrzése, a hagyományápolás megismertetése a gyerekekkel. Minden napra külön programot szerveztünk. Mai napon Gyarmati Judit keramikus művész látogatott el hozzánk, és agyagozunk a gyerekekkel, amit majd később ők ki fog égetni, és hazavihetik a gyerekek. A Csóri Sándor alapítványhoz pályáztunk, és a szülők segítségével tudjuk ezeket a programokat megvalósítani. Pénteken lesz egy nagy évzáró, az iskolába menő gyerekek elköszönnek az óvodától, és az is egy nagyon-nagyon jó délutáni program lesz. Természetesen a szülőkkel. Csütörtökön még a Vidám Manókat is várjuk egy koncertre délután. Mondottam ember, új értékek a Madács kutatásban címmel szerveztek tudományos konferenciát Nyíregyházán a Móricz Zsigmond megyei könyvtárban. A 200 éve született Madács Imre főműve a mai napig a magyar irodalom történet egyik legjelentősebb drámája. Függetlenül attól, hogy az Ember tragédiája című sorsdráma kötelező olvasmány a középiskolákban, érdemes lenne 10 évente mindenkinek újra olvasni, fogalmazott Minya Károly, a konferencia egyik szervezője. Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Ez az emberi lét értelmére vonatkozó rejtélyes válasz, alig hanem a leggyakoribb szépirodalmi idézetek egyike. Erre is utaltak a szervezők, amikor a Mondottam ember, új értékek a Madács kutatásban című konferenciát meghirdették, amelyre az ország minden tájáról várták a Madáccsal foglalkozó irodalomtörténészek legfrissebb tudományos termését.
A konferenciát a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete szervezte. Így néhány éven belül ez már Zsinórban a 6. olyan tudományos tanácskozás, amelynek a megyei könyvtár ad otthont. Az utóbbi években szerveztünk 2 Móricz konferenciát, egy Ratkó Józsefet, egy Krúdit és egy Pilinszkit, és most Madács konferenciát tartunk. Azt még el kell mondanom, hogy eleve az volt a célunk, hogy az előadásoknak a szerkesztett változatait a Szabolcs-Szatmár Beregi szemlébe megjelentetjük. És ez minden évnek a 4. számában napvilágot is láttak az előadások, sőt az első konferenciának az anyagát, a Krúdit, azt egy külön kötetbe is kiadtuk. És a tavalyi Móricz konferencia anyaga is hamarosan meg fog jelenni a könyvtár kiadásában egy önálló kötetben. A 2023-as esztendő a himnusz megírásának 200. évfordulója mellett Petőfi Sándor és Madács Imre születésének 200. évfordulóját is elhozta. A konferencia egyik szervezője szerint épp ez volt a cél, hogy Petőfi mellett Madács Imre is megkapja az őt megillető tudományos figyelmet. Petőfi mellett én nagyon örülök, hogy Madácsra is hangsúly helyeződik, tehát nem mondanám azt, hogy Petőfi árnyékában Madács, hanem azt mondanám, hogy mind a ketten kiemelkedő jeles szerzők, és ez is mutatja azt, hogy nincs 2 egyforma ember, 2 egyforma alkotó. Egy rövid idő alatt egy vagabund, igazi költészetet teremtő Petőfi, és egy kicsikét visszahúzódóbb, sok művel próbálkozó, és végül egy igazi nagy művet megíró Madács az ember tragédiájával valóban kiemelkedő, nagyon fontos. A konferencia első előadója Pető József, Madács Imre költői munkásságáról és annak ellentmondásos irodalomtörténeti megítéléséről beszélt a hallgatóságnak, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ne csak az ember tragédiája című drámai költemény legyen a kutatások fókuszában. Ettől függetlenül kétségtelen tény, hogy a magyar irodalomra tett legnagyobb hatása, vitathatatlanul, Madács emberi sorsdrámájának van, amelyet ezek a civil adományból származó régi képeslapok is bizonyítanak. Minya Károly előadásában arra kereste a válaszokat, hogy Madács főművének sikerességében mekkora szerepet játszott az, hogy Arany János kezei között is megfordult a kézirat. Én például azzal fogok foglalkozni, ami újra egy kiemelkedő költő, hogy Arany János mennyit javított ezen a művön, azonban annyit hadd mondjak el, hogy még Babits állítása ellenében is a szakirodalom alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem Arany János írta ezt a művet, tehát voltak ilyen vélemények, hogy olyan sokat javított rajta Arany János, hogy ez már nem is Madácsnak a műve, mert alapvetően a 80% a helyesírási és egyéb nyelvhelyességi vagy szó rendbeli javításokat végzett Arany János, tehát ugyanúgy Madácsé ez a mű, kiemelkedő ez a mű, és azt is mondhatom, hogy az embernek esetleg 10 évente újra kellene olvasnia. Karádi Zsolt irodalomtörténész a konferenciát megnyitó beszédében elmondta, eredetileg Andor Csaba, a matematikusból lett ismert Madács díjas kutató is tartott volna előadást a konferencián, de a Madács Irodalmi Társaság egykori alapító tagja tavaly karácsony másnapján elhunyt. Bene Zoltán, a Madács Társaság elnöke úgy fogalmazott, Andor Csaba halála nem csak veszteség, de korszakhatár is a Madács kutatásban. Cserélik a homokot a Nyírvévé munkatársai a városi játszótereken, a Város Üzemeltetési Társaság egészségügyi okok miatt minden tavasszal elvégzi ezt a feladatot. Munkában a Markuló a Botond utcai homokozóban. A homok eltávolítása és az újratöltés között 1-2 nap telik el, de azt követően a lakók ismét háborítatlanul használhatják a játszótereket. A munkálatok összességében mintegy 101 játszóteret érintenek. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Feladata többek között a városban található 101 játszótér karbantartása és üzemeltetése is. Közegészségügyi szempontból minden évben szükséges ezeknek a homokozóknak a cseréje, amiből 86 darab található a városban. A héten kezdtük el ezeket a munkálatokat. Jövő hét vége felé be is fogjuk tudni ezeket fejezni.
összesen 210 köbméter homokot, új homokot fogunk a játszótereken kicserélni. Játszóterektől függően másfél és két és fél köbméter az a mennyiség, ami egy adott játszótérre kerül újonnan. Már nem csak a tavaszi hagymások színesítik a Kossuth teret és környékét. Dicső Péter elmondta, gondozásukban ismét sikeresen teleltek át a dézsás növények, amelyek május elején kerültek a megszokott helyükre, mediterrán hangulatot kölcsönözve ezzel a tavaszi-nyári városképnek. Minden évben május hónap az, amikor a téli teleltetés után ezeket a dézsás növényeket ki tudjuk helyezni leginkább a Kossuth tér és környékére. Idén is a 65 darab leandert és a 9 darab pálmát múlt héten tettük ki a említett Kossuth térre, illetve országzászló térre. Ezekben gyönyörködhetnek majd egész nyáron a városlakók. Ezeket a saját szakembereink a Tüzér utcai telephelyükön gondozzák télen, hogy tavasszal újra pompázhassanak. A nyírvévi a virágok ültetése után a zöld területek karbantartását folytatja. Fűnyírást és faápolási munkákat terveznek. Közel 30 fotó mutatja be Lengyelország egyik legfejlettebb városának sokszínűségét Nyíregyházán. Bielszkó Biala hegyek színesítette történelmi város, tele építészeti remekművekkel és gazdag kulturális élettel. Így lehetne jellemezni a települést. A Város a hegyekben című kiállítás május 29-ig lehet megtekinteni a Váci Mihály Kulturális Központban. A Vikár Sándor Zeneiskola egyik tanára és tanítványa szólaltatott meg lengyel dallamokat a Váci Mihály Kulturális Központban. A Városnap alkalmából nyílt itt fotókiállítás, amely Bielszkó Biala sokszínűségét hivatott bemutatni. Dél-Lengyelország gazdaságilag egyik legfejlettebb városa 2018-ban lett Nyíregyháza testvérvárosa. Sok műemlék található itt, mely közül számos az osztrák-magyar monarchia fővárosának a stílusára utal, ezért is nevezték a Habsburg monarchia szélén fekvő várost Kisbécsnek. Az építészeti csodákat pedig azóta is őrzik, egyik különlegessége egy hatalmas bevásárlóközpont. Össze van épülve egy 4 csillagos szállodával, az út két oldalán ilyen hídon lehet átmenni, de nem az a érdekesség ennek a bevásárlóközpontnak, hogy lehet benne vásárolni, és nagyon nagy mozival mindennel, hanem van ott egy kis tér. És a téren van két olyan figura, akit az én korosztályom minimum, de lehet, hogy még tőlem fiatalabbak is ismernek. Ott van Lóka és Bolkánok, a kis bronzba öntött szobra, ugyanis Bielszkó Bialában rajzolták ezt a két figurát, mint ahogy ott gyártották a kis Polszkit is, a mi fogalmaink szerint, a Polszki P126-os modelljét, ezt a picit, ami mindig is pöfögött és hangos volt az utakon. Ez egy olyan sziléziai város, amely egy elég régi, sőt régi város, van még váruk is, egy várnegyed, van egy olyan részük, amely nagyon hasonlít Budához, olyan utcaszerkezettel, olyan házakkal. A sokszínű kulturális életet és a természeti adottságokat is visszaadják a kiállított fotók, amelyeknek szervezése még tavaly elkezdődött. Jött az 5 éves évforduló, és mivel ugye az önkormányzatoknál sok feladat van, sok kiállítás van, sok minden van, ezért tavaly elkezdtük, és kértük őket arra, hogy valamit hozzanak már, elmutassanak be magukból. Mi szeretnénk ezt egy kicsit erősebben a rivaldafénybe tenni, vagy megmutatni, és akkor elküldtek, hoztak egy ilyen kis fotósorozatot Bielszkóról, amilyen kertcsináló. A Bielszkó Biala Város a hegyekben című fotókiállítás május 29-ig látható a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. Pénteken a bronzérem megszerzéséért lép pályára Cegléden a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as fiúk kézilabda csapata. Burszás Bozsidár együttese a másodosztályú bajnokság keleti csoportjának utolsó előtti fordulójában 43-42-re verte a Tisza Volánt, így a harmadik helyen várja a negyedik Cegléd elleni találkozót. Az utolsó előtti fordulóban úgy léptek pályára nyíregyházi fiatalok, hogy tudták, győzniük kell a bronzérmes remények életben tartásához. A Tisza Volán ellen gyakorlatilag végigvezettek a hazaiak, igaz, egy-két gólnál nem volt nagyobb a különbség. 30 perc játék után egy góllal vezetett Burszás Bozsidár csapata, a 60. perc végén pedig egy védésnek köszönhetően
egy gólos győzelemnek örülhetett a házigazda. Izgalmas igazából, tehát nehéz mérkőzés volt, azért már fejben mindenki ott van a Cegléden, már készülünk, már két hete. Tudtunk, hogy nagyjából számoltunk, hogy ezen fog múlni a harmadik helyre a Cegléden. Úgyhogy úgy készültünk, hogy a fiúk, a feladatok is úgy, tehát mint a Cegléd ellen játszottunk. Nyilván nem úgy sikerül, hogy akartunk, de ez is fontos, fontos győzelem, hogy a csapat érezzen, hogy ilyen körülmények között is tud előrelépni. Nyilván próbálunk a modern kézilabdát, de most nem azért sok gól volt, mert tehát nagyon gyenge védekeztünk, de amúgy igen, tehát próbálunk mindig 40 fölött lőni, és nyilván tehát védekezni úgy, hogy tehát ilyen 30-32 kapjunk meg. A 8 gólt szerző török Dániel a győzelem ellenére sem volt elégedett csapata játékával. Nagyon sokat hibáztunk, mint támadásban, mint védekezésben, nem voltunk ott fejbe. Hát a védekezésben nem tudtunk koncentrálni, mindenki elvesztette az emberét, nem voltak meg az ütközések, és tényleg ez csak a szerencsém múlott a végén, hogy ez a meccs a miénk lett. A nyíregyháziak edzője szerint a 2-3 évvel idősebbek ellen játszva sokat fejlődtek kézilabdázói az elmúlt hónapokban. Biztos vagyok benne, aki látta és követi minket, hogy nagyon sokat fejlődtünk, nagyon szorgalmasak a srácok, dolgoznak rendesen, és nyilván, amit anno is mondtam neked, hát tehát ők serdülő, aki ifi bajnokságban játszik, és szerintem ez egy nagyon jó eredmény, amit elértünk a ifi bajnokságban. A csoport élén a Balmazújváros áll 35 ponttal, megelőzve a 34 pontos Dunakeszit. A harmadik Nyíregyházának és a negyedik Ceglédnek egyaránt 31 pontja van. A bronzérem sorsa a két csapat pénteki ceglédi meccsén dől majd el. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A munkaerőhiány csökkentése, a vállalkozások segítése és a foglalkoztatási környezet fehérítése. Ezek a legfontosabb feladatok annak érdekében, hogy tovább javuljon Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye munkaerőpiaci helyzete. Szerdán délelőtt a vármegyei foglalkoztatási paktum eddigi tapasztalatairól tanácskoztak Nyíregyházán. Valamikor végzetes volt, de ma már hatékonyan kezelhető a skarlát. Április végéig országosan több mint 2800 megbetegedést regisztráltak az orvosok, a számok azonban mostanra csökkenő tendenciát mutatnak. A főként gyermekek körében terjedő magas lázzal járó légúti megbetegedést a testszerte jelentkező kiütések teszik egyértelművé. Andor Csaba emlékének ajánlották a Madács Imre emlékkonferenciát Nyíregyházán. Az ismert madács kutató, a Madács Irodalmi Társaság egykori lelki motorja tavaly karácsonykor hunyt el. Az ember tragédiája a mai napig a magyar drámaírás egyik legkiemelkedőbb alkotása, amely jelenleg is kötelező olvasmány a középiskolákban. Május 17-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, kisebb-nagyobb szakadozások elsősorban a Dunántúlon lehetnek, míg keleten vastagabb maradhat a felhőtakaró. Több helyen várható eső, zápor, zivatar. Napközben 14-16 fokig melegszik fel a levegő.